Egész Európának üzeni majd az október 23-ai békemenet, hogy tömegek állnak a nemzeti önállóságot védő magyar kormány mögött, mondta az esemény szervező civil összefogás fórum kurátora. Fritz Tamás szerint a legutóbbi békemenet óta most van a legnagyobb szükség az újabb megmozdulásra. Mint fogalmazott, a brüsszeli bürokrácia, a soros hálózat, a globalista liberális erők és pénzügyi körök végső leszámolásra készülnek, hogy az Orbán kormány megbuktatásával olyan életformát vezessenek be, amelyet a magyarok elutasítanak. A nemzetközi globális körök támadása, illetve a hazai liberális ellenzék támadásának következtében ez egy összehangolt támadás, amivel szemben erőt kell felmutatni és ehhez a kormánynak társadalmi támogatottságra van szüksége. Na ez a békemenet, amelyik kimegy az utcára és Európa számára is üzeni, hogy a nemzeti... Konzervatív és keresztény értékrendet meg lehet, meg kell védeni. Fritz Tamás szerint meg kell védeni a hagyományos értékeket, az életformát, a nemzeti önállóságot, a kereszténységet, a családpolitikát, és meg kell mutatni, hogy a magyarok ellenállnak a globális elit nyomásának, fogalmazott.